Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban a fesztisuli igazgatójával beszélgetünk arról, milyen kihívásokkal jár a felsősök távoktatása, majd archív felvételeinket tekinthetik meg. Kellemes tévézést kívánunk! Értesítjük a lakosságot, hogy a Bagotai Park építkezési munkálatok miatt ideiglenesen zárva tart. A szabadidőközpont a Kertész utca felől közelíthető meg. Megértésüket köszönjük! Az Ógyallai Mikrorégió helyi akciócsoport pályázatot hirdet a helyi akciócsoport menedzseri posztjának betöltésére. A jelentkezési kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt a starosta@svetipeter.eu mail címre küldhetik január 15-éig. A betölthető állásról bővebb információt a hurbanovo.sk-n, valamint az istp.sk-n szerezhetnek. Október vége óta üresek a felső tagozatosok osztálytermei, a tanulókat online oktatják. Hogyan működik a távoktatás? Milyen kihívások elé állítja a gyermekeket, szülőket és a pedagógusokat? Erről is kérdeztük Deme Lászlót, a Feszti Árpád alapiskola és óvoda igazgatóját. Üdvözlöm a kedves nézőket! Október közepétől újra jelentkezik a COVID, a koronavírus második hulláma, és ez befolyásolja a pedagógiát is, a tanítást nálunk is, ugyanúgy, mint az egész országban. Az alsó tagozatos tanulók járhatnak iskolába, ugyanúgy az óvodások is. Jó, hogy iskolába járnak, hiszen tapasztalatból lehet mondani, hogy a gyerekek szocializálódása, az nagyon nagy szükség van a közösség erejére, és az, hogy a gyerekek közösségben lehetnek, illetve a tanítás folyhat a normál, megszokott módon, azt nem lehet szerintem fölülírni semmivel. Pedagógusaink örülnek is nekik, hogy a tavaszi járvány után ezeket a hiányosságokat, amik úgy keletkeztek, többé-kevésbé próbálják behozni, illetve tudnak haladni az anyaggal. Ezt nem mondhatjuk el a felső tagozatos tanulókról, hiszen ők ugyanúgy, mint tavasszal, otthonról kell, hogy tanuljanak, elindult az online oktatás. Ugye volt időnk egy kicsikét már rákészülni pedagógusoknak, ilyen továbbképzés volt az idén nyáron, internet adta lehetőségeket, próbáltuk elsajátítani, illetve azokat az applikációkat, amik adottak egy ilyen online oktatáshoz, próbáltuk alkalmazni. Minden pedagógus bejár ide iskolába, és innen az iskola falai közül aztán tartják az online órákat. Megvan minden ahhoz felszereltség ahhoz, hogy ezek az órák megvalósuljanak. Ugye át kellett alakítanunk az órarendet. Úgy gondoltuk, hogy nem fogják terhelni túlságosan a gyerekeket a pedagógusok, azzal, hogy nem minden órát tartanak online, tehát úgy határoztunk, hogy a nevelési órákat nem online fogjuk megtartani, hanem küldjük a leckéket, tehát ilyen zenei nevelés, képzőművészeti nevelés, tornából olyan feladatsorokat küld a tanítóbácsi,
hogy el kell otthon a gyerekeknek tornázniuk, följátszani és visszaküldeni, tulajdonképpen ez a tornaóra. Ezt a digitális oktatást folytatva beosztottuk az órarendet úgy, hogy a humántárgyak és a reáltantárgyak legyenek online oktatva, és a gyerekeknek 3-4, de maximum 5 tanítási órát kelljen csak a számítógép előtt ülnék, ez is elég megterhelő én szerintem. Hát sok negatív hatása van, el lehet mondani. Hát a gyerekek részéről is, ugye pszichikailag megterhelő, több helyről hallani, hogy a gyerekek már nem bírják ezeket az órákat végigülni, stresszelnek, illetve hát az idegállapotuk is olyan helyzetbe kerül, hogy problémák jelentkeznek. És nincs ez a közösségi élmény. Lényegében a tanítás átkerül az otthoni környezetbe, illetve a tanulás átkerül az otthoni környezetbe. Van szülő, aki odafigyel gyermekére, viszont sok esetben el kell, hogy mondjuk a szülők ugye napközben dolgoznak. A gyerek egyedül van odahaza, ilyen szempontból is elég nehéz a gyerekeket bekapcsolni az online oktatásba. Szintén el lehet mondani azt, hogy akivel nem volt probléma a normál oktatás során, itt iskolában, azok becsülettel bekapcsolódnak a távoktatásba is. Viszont vannak gyerekek, akiket nem tudunk elérni, és hát biztatni, sarkalni kellene őket, és ezúton kérem a szülők segítségét is, hogy egy kicsit a gyerekekre figyeljenek oda, hogy ne nagyon maradjanak el, hiszen ebben a helyzetben, amikor az órákat kihagyják, sokszor nincs lehetőség pótolni, az a pedagógus ugye elmondja azon az online órán az anyagot, de az a visszacsatolás nem ugyanolyan, mint normál esetben. Tehát a gyerekek sokkal hamarabb lemaradoznak, illetve nehezebben tudják aztán a fonalat folytatni, tehát oda kell figyelni, és ezúton is köszönöm a szülőknek, akik törődnek gyerekeikkel, hogy igenis odafigyelve rájuk, biztatják és ellenőrzik a gyereket, hogy vajon tényleg azt csinálja, amit kell. Természetesen úgy, mint normál esetben itt is hiányoztak a gyerekek, amikor normál tanítási órák zajlottak. Ez megtörténik az online oktatásban is, hogy bizony a gyerekek nem kapcsolódnak bele a online tanításba. Aztán ennek különböző okai lehetnek, például az internet, az egy olyan kérdőjel, ugye amikor manapság nagyon meg van terhelve az internet, és bizony szakadozik, akadozik, és egyszerűen nehéz követni az online órát gyerekek részéről, és néha annyira idegesítő tud lenni, hogy a gyerkőc le is csatlakozik az óráról. Tehát már egyszerűen nem tudja folytatni az órát online. Tehát ez is az egyik oka lehet annak, hogy nem csatlakoznak be. Próbáltuk azoknál a családoknál ezt megoldani, akiknél nincs lehetőség, anyagi lehetőség megvásárolni azokat az elektronikai eszközöket, amivel be tudnának csatlakozni a online tanításba. Hát próbáltunk laptopokat, tableteket szerezni. Itt volt a képviselőasszony, aki ajándékozott is nekünk 10 laptopot, illetve tabletet, bocsánat, tabletről beszélünk. És mi is még azon felül vásároltunk. Hát azon családok kaptak belőle, ahol ugye szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek vannak, és szeretnének tanulni, úgyhogy megpróbáltuk ezeket a hiányosságokat kiküszöbölni.
Természetesen hajlandóságot kell mutatni a szülők részéről is, hogy bekapcsolódjanak. Most is tudok mondani egy pár szülőt, hiába üzenünk neki, hogy jöjjenek, segítünk, nem jön a szülő, és nem akarja, vagy nem tud bejönni, nem tudjuk. Sok esetben el lehet mondani, hogy nem tudja kezelni a dolgokat, nem tudják ezeket az applikációkat felinstalálni, de mondtuk mi, hogy ebben mi tudnánk segíteni, tehát ennek nem szabadna akadálynak lenni. Hát teljesen átalakult ez a december, teljesen más, mint egyébként szokott lenni. Ugye évekre visszamenőleg ilyenkor ünnepeljük a Feszti Árpád halálának évfordulóját, tehát ilyenkor van a Feszti hetünk, rengeteg ünnepséggel, versennyel, képkiállítással, Mikulással. Hát sajnos ez az idén most nem valósulhat meg. Teljesen más ez a december, mint az előzőek, de bízom benne, hogy ez az egy december lesz ilyen, és a jövőben nem kell ilyen szerényen, elhallgatva, csendesen ünnepelnünk. Megpróbáltuk azért az itt lévő gyerekeknek, az alsó tagozatos gyerekeknek egy kicsit a kedvét visszahozni azáltal, hogy a Mikulás járt nálunk, tehát a Mikulás azért csak eljött, kiosztotta az ajándékait. Egy kis adventi koszorút mi is azért csak készítettünk a B-pavilonban, ahol az E4-esek vannak. Ott minden hétfőn meggyújtjuk az adventi gyertyákat, elbeszélgetünk, elmondom nekik a adventi koszorúról a történetet, illetve hogy mi ez az advent, és elénekeljük a kis dalocskánkat, amit minden éven az adventi koszorúnál, minden héten el szoktunk énekelni, és hát valójában ő bennük egy kicsit tartjuk a lelket, hogy mégiscsak jó, hogy itt vagyunk, és közösen énekelhetünk. Jó lenne, hogyha mindenki itt lehetne, illetve azok a hétköznapok is úgy alakulnának, mint valamikor. Nem tudjuk, hogy hogyan folytatódik a tanítás januártól. Azt már tudjuk, hogy január 8-áig otthon leszünk. A gyerekek is. Bízunk benne, hogy a járvány helyzet kicsit javulni fog, és megengedik nekünk, hogy már mindnyájan találkozhassunk, és normál módon folytatódhasson a tanítás. És hát ebben bízva minden kedves nézőnek engedjék meg, hogy minél hamarabb tudjunk találkozni, de amennyiben nem találkoznánk, akkor innen engedjék meg, hogy békés, boldog ünnepeket kívánjuk mindenkinek szerettei körében, illetve sok-sok erőt, egészséget, kitartást ebben a helyzetben, hogy mindenkit kerüljön a vírus. Most az iskolában maradva ugorjunk vissza az időben 2018 novemberébe, a családi nap eseményeihez felidézve azt, amikor még korlátozások nélkül lehetett gyülekezni, sőt, disznót vágni és disznótort ülni is. Thank you.
Mivel jönnek a hidegek, itt az ideje a disznótorok kezdésének. A gyerekek nem nagyon ismerik ennek a hagyományát, és el szeretnénk elkezdeni megmutatni a gyerekeknek, hogy milyen is egy tradicionális disznóvágás, hegeltől a gyerekeknek, hogy milyen húsdarabokból miket készítünk, és a Pöllér bácsi elhozta a sertésnek a körmét is, amiből a Pöllér az első az itt most nem volt, hogy senki félre ne értse a dolgokat. Házipálinkat nem volt, de jelképesen felavattuk a Pöllér bácsi. A gyerekek nagyon szerették azt, amit csinálnak. Mindenki feliratkozott, hogy milyen munkálatban fog részt venni. Vágták a húst, vágták a zsírt, bőröztek, keverték a kolbászt, keverték a burkát, és töltötték is egyben, és itt pedig itt van az eredmény. Szeretném, hogyha mindenki bőséggel fogyasztana, mert nagyon sok minden készül, fogyasztanak erővel, egészséggel, és jó sokat, mert jó sok sűr, és köszönöm szépen a figyelmet! Advent első vasárnapján a megszentelt adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásával nyitotta meg a Csemadok Ógyallai Alapszervezete az idei, sorrendben már 6. hagyományos kézimunka kiállítását. Az alapszervezet tagjainak a helyi nyugdíjas otthonok és a gyermekkrízis központ, valamint sok más ügyeskező ógyallai munkáiból állították össze a kiállítást, a szervezet legaktívabb tagjai. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a város polgármesterasszonya Zemkó Margit és a Csemadok Komáromi területi választmányának elnöke Pető Attila is. A Csemadok helyi alapszervezetének elnöke Kocskovics Gabriella a vendégek üdvözlése után elmondta, nem véletlen, hogy a karácsonyvárás idejében állítják ki a szebbnél szebb kézimunkákat, hiszen ebben az időszakban jó együtt lenni, megcsodálni mások munkáját, ötleteket meríteni a szabadidő hasznos kitöltésére. A kiállítók közt nagyrészt az idősebb korosztály képviseltette magát, akik munkájukkal példát mutatnak az ifjúságnak, de vannak gyerekek is, főként a krízisközpontból, akik viszont kiállított alkotásaikkal azt bizonyítják, hogy megfelelő példa és irányítás mellett az ember szinte csodákra képes. A polgármester asszony is szívélyesen köszöntötte a kis közösséget, megköszönte az alapszervezetnek, hogy ilyen aktívan dolgozik, s a lakosoknak, hogy így módon is hozzájárul a város adventi hangulatának megalapozásához. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevők frissítő mellett még egy kis ideig elbeszélgettek egymással. Csodálták a sok szép kézimunkát, melyeket aztán az érdeklődők az elmúlt héten hétköznaponként 10 órától 6 óráig megtekinthettek az Ógyallai Konkoly Tegeművelődési Központban. Látható, hogy a gyerekek is ügyesen kézimunkáznak, és ügyes kezűek itt Ógyallán. Kívánom mindazoknak, akik még esetleg eddig nem fogtak hozzá, kapjanak hozzá hangulatot, és örömet, és legyen sok idejük ahhoz, hogy kézimunkázhassanak, hogy örömük telhessen saját és más munkájukban is. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek!
A Szlovák Kiskertészek Ógyallai Alapszervezete december 1-én iskolánkban virágkötészeti versenyt szervezett. A verseny témája a karácsony, az advent volt. A tanulók két kategóriában versenyeztek. Az első kategóriát az alsó tagozatosok képviselték, összesen 24 tanulóval. Első helyezést Petrás Mária, negyedik osztályos tanuló, második helyezést Fejes Vivien, szintén negyedik osztályos tanuló, a harmadik helyezést pedig Farkas René, harmadik osztályos tanuló érte el. Az 5-9 évfolyamról Busch Robert 8. osztályos tanuló lett az első, Markus Gabriella 6. osztályos tanuló a második, és Busch Gergely 5. osztályos tanuló a harmadik. A szervezet külön díját Keszan Beatrix 7. osztályos tanuló kapta. A járási versenyen 5 tanulónk képviseli majd iskolánkat. A szervezőknek köszönjük a szép délutánt, tanulóinknak pedig gratulálunk a sikeres szerepléshez. A Szlovák Kiskertészek Szövetségének Pozsonyi Országos Bizottsága október 1-én összszlovákiai virágkötészeti versenyt hirdetett meg. A versenyt Nyitrán, az Agrokomplex területén a legszebb alma kiállítás keretén belül rendezték meg. A verseny résztvevője volt iskolán két tanulója is, Busch Robert a 8. osztályból és Markus Gabriella a 6. osztályból. A verseny két témából állt. Karácsonyi adventi koszorúk készítése és őszi gyümölcsök, valamint virágkompozíciós összeállítás. Tanulóink a versenyen nagyon szépen szerepeltek, további szép sikereket kívánunk nekik. A Kiskertészek Ógyallai Alapszervezetének őszi-téli tevékenysége elsősorban az ifjúság részére szervezett versenyek sorozatából állt. A Szlovák Kiskertészek Szövetségének Pozsonyi Országos Bizottsága által meghirdetett összszlovákiai virágkötészeti versenyen október 1-én a komáromi járásból 3 versenyző vett részt, melyből 2 ógyallai volt. December elején mindkét helyi alapiskolában megrendezték a hagyományos virágkötészeti versenyt, melynek főszervezője a Szlovák Kiskertészek Ógyallai Alapszervezete volt. A verseny témája az időszaknak megfelelően az advent és a karácsony. A tanulók két kategóriában versenyeztek. A résztvevőknek és a körzeti fordulóba továbbjutóknak az alapszervezet elnöke, Tabi Valéria adta át a díjakat és az okleveleket. Mindkét iskolából 5-5 diák jutott tovább a járási versenyre, melyre a nevezési díjat az alapszervezet térítette. A járási fordulóra, melyre a felkészítő pedagógusok Josefina Moravcsíková és Likér Petronella kísérték el a diákokat, a Konkoly Tege Miklós Művelődési Központban került sor. A járási versenyen Busch Robert, a Feszti Árpád alapiskola és óvoda diákja vitte el a pálmát, aki az első helyezésért járó elismerő oklevelet és díjat vehette át Mária Ballovától, a járási szervezet titkárától. A helyi szervezet elnökasszonya ezúton mond köszönetet a szervezet minden aktív tagjának és az iskoláknak, mint együttműködő partnereknek, akik nagy mértékben hozzájárulnak a szövetség utánpótlásának neveléséhez.
Értesítjük a lakosságot, hogy a Bagotai Park építkezési munkálatok miatt ideiglenesen zárva tart. A szabadidőközpont a Kertész utca felől közelíthető meg. Megértésüket köszönjük! Az Ógyallai Mikrorégió helyi akciócsoport pályázatot hirdet a helyi akciócsoport menedzseri posztjának betöltésére. A jelentkezési kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt a starosta@svetipeter.eu mail címre küldhetik január 15-éig. A betölthető állásról bővebb információt a hurbanovo.sk-n, valamint az istp.sk-n szerezhetnek.